Köszöntöm kedves nézőinket! Mai műsorunkban Dercen belátogatunk, ahol megismerkedhetnek a Beregi Református Egyházmegye esperesével, és megismertetjük kicsit önöket a Derceni Önkéntes Tűzoltósággal. Tartsanak velünk! Az egész történet úgy kezdődött, hogy riasztást kaptunk, hogy ide gátra jöjjünk, mivel az utat teljesen elzárt egy kidőlt fa. Az esemény bejelentésében nem állt az benne, hogy egy gépermű is megsérült. Mi elindultunk a helyszínre, értesítettük a beregszászi hivatásos tűzoltóságot is, akik szintén a helyszínre indultak, de mi sajnos nem tudtunk tovább jönni, a derceni bekötő utat is elzárta teljesen egy kidőlt fa, ahol egy mentőgépjármű nem tudott bejutni Dercenbe, akinek riasztása volt, beteghez hívták. Tehát először mindenképpen azt az utat kellett megtisztítanunk, megszabadítanunk, és utána érkeztünk ide a helyszínre. Itt a kár elhárítási munkálatokat elvégeztük, a sérült gépjárművet áramtalanítottuk, hogy nehogy későbbiekben valamilyen tűz vagy robbanás keletkezzék, és megindítottuk jelenleg a fél útpályán a forgalmat. Elég súlyos cipőd van. Nehéz ezt viselni egyébként? Elég nehéz. Hány kiló? Kilós? Le van egy kiló súlya? Körülbelül igen. Körülbelül igen. Futni nagyon nehéz benne, de viszont nagyon praktikus acélbetétes, és nagyon jól védi a lábfejünket bármilyen sérüléstől. És te hogy csatlakoztál a tűzoltóság? Te ebbe belecsöppentél, gondolom, de azért mi volt az az indítatás, amit igen, kaptál? Igen, hát mondhatom azt, hogy gyerekkori álmom volt, sőt vártam azt a pillanatot, hogy mikor töltöm be a 18. életévemet. 2005-ben alakult a tűzoltóságunk, és azóta mindennapi volt ez nálunk, hogy vártuk, hogy mikor tudunk menni, vagy mikor érkezik hozzánk segélyhívás. Amikor megalakult a tűzoltóság, azóta vágytam, hogy részt vehetek-e valamikor is benne. Aztán láttam, hogy külföldön rengeteg nő is önkéntes tűzoltó, vagy állami tűzoltó akár. Így 2012-ben, amikor 18 éves lettem, azonnal tagállattak, jelentkeztem, és a körükbe fogadtak a férfiak. És milyen volt az első kihívásod, vagy hogy nevezik ezt? Hát szerintem legelőször, talán még nem is voltam tűzoltó, egy balesetnél segítettünk, akkor még, mint kívülállóként itt a gátnál, a Guti kanyarban. Hát ott nagyon nehéz volt, nagyon nehéz sérült volt, de próbáltunk segíteni, az apukám is ott volt. Előadásokat tartottam már, mert fogorvos vagyok. 2016-ban végeztem az Ungvári Nemzeti Egyetemen fogorvosi karon. Előadásokat tartottam elsősegélynyújtásból is, a tűzoltók körében is ez a feladatom, hogy elsősegélyben részesítsem vagy a tűzoltóinkat, esetleg a sérülést szenvednek, vagy akár bárkit, bármilyen sérültet állásak. Igen. És hogy mennyire van ilyenkor lélekjelenlétet, hogyha ki kell menned például egy ilyen esethez, mennyire visel meg ez téged nőként, ez nem nehezebb feladat, mint férfiként? Különböző esetekkel találkozunk, van, amikor például egy ház ég, és ott próbálunk segíteni. Ilyenkor én mindig megkeresem a házigazdát, megkérdezem, hogy nem-e sérült-e meg valaki. Viszont nagyon nehéz, mert ilyenkor mindig megpróbál megkérdezni, hogy hogyan történt a tűzeset, és próbálok ilyenkor lelkisegélyt is adni annak az embernek, nem csak testi elsősegélyt nyújtok. Viszont
a legnehezebb számomra az talán mindig az autóbalesetnél való segítés. Ott a sérültek ellátása. Hát gondolom, ott a látvány is megviseli az embert, és akkor még van egy nehéz eset is. És akkor ti, ha kivonultak, utána jönnek a mentők, vagy hogy szoktatok odaérni általában? Van mindig segítség, vagy ezért rád is árul valami feladat, amivel... Hát igen, ez változó. Attól függ, hogy ki kapta meg először a segélyhívást. Amennyiben mi érkezünk először a helyszínre, és még nem volt értesítve a mentőszolgálat, vagy később történt valamilyen baleset, vagy sérülés, akkor vagy mi értesítjük az állami mentőszolgálatot, vagy pedig ők már ott vannak a helyszínen. Betegszállításra nincs jogosultságunk, csak helyszínen történő első segélynyújtásra. Te vagy Ukrajnában az egyetlen önkéntes női tűzoltó, ha jól tudom? Igen. És itt nem, van is nem az első, mert az testvérem is az. Ja, szóval... igen, te vagy az első, akkor igen, a az első. Hugot pedig a második. És van egy kiadvány is, ami nem régen jelent meg, ugye ez az, amit az előbb ide adtál, és itt vagy benne, ez miről is szól ez a kiadvány? Ez... Szóval, amit a kezemben tartok, ez egy úgynevezett feminista szótár, amelyben az állami női tűzoltók próbálják elindítani azt a mozgalmat, hogy ők is vonulhassanak helyszínre, és ott nyújtsanak segítséget, mert jelenleg sajnos a legtöbb vagy ügyeleti szolgálatot teljesít, vagy pedig titkársági szolgálatot teljesítenek. Szóval papírmunka jut nekik. Igen, papírmunka, vagy pedig tudósítás, helyszíni tudósítás, viszont helyszínen nem nyújthatnak segítséget. Értem. Te amellett, hogy fogorvos is vagy, önkéntes tűzoltó is, amellett még lelkész feleség is vagy. Igen. És ha jól tudom, bevontad a férjedet is ebben igen, a feladatban, igen, most már részt vesz benne. Igen, most már együtt próbálunk szolgálni. Ezen a téren is Houston szolgál a férjem. 2 hónapja volt a házasságunk, és együtt próbálunk itt is és ott is helytállni. Te nem olyan régen veszel részt ebben a feladatban, ugye? Te lelkész vagy Houston, és mégis tűzoltó vagy itt is, hogyha tudsz. Tulajdonképpen nem rég veszek részt, viszont ilyen egyházi önkéntes munkában egy néhány éve, ugyanis a teológiai évem alatt a Magyar Református Szeretetszolgálatnál különböző önkéntes munkákban részt vettem. Ez jelenti azt is, hogy árvizeknél Miskolctapolcán is segítettem, részt vettem, illetve érdekes módon 2013-ban, amikor is a Delceni Tűzoltóság Tahitót faluba részt vett és segítséget nyújt az ottani árvízkárosultaknak, akkor mint teológus, mint diák, én is részt vettem a Tahitót falui munkákba az árvíznél, és tulajdonképpen akkor találkoztam a jövendőbeli apósommal, az akkori tűzoltó csapattal. És így jött Anna is a képbe. Nem, ez egy kicsit később történt, alakult, viszont a tűzoltás az nagyon fontos rész most már per pillanat az életemben, ugyanis a lelkészeknek a munkája az egy kicsit olyan nehézségekkel jár, ugyanis nem mindig van konkrét eredmény, illetve látványos eredmény a mi munkákban, tehát egy lelkészi szolgálat több évig ugye tart, folyik, mire lehet, hogy valamilyen eredményre jutunk, viszont az önkéntesség az egy olyan jó dolog, ugyanis amikor kimegyünk ki egy helyszínre, akkor ott van mondjuk úgy, hogy látványos siker, amikor tudunk valamit elvégezni, tehát A-ból B-be el tudunk jutni, és vannak sikerélmények, és ez nagyon fontos szerintem egy lelkipásztor életében, hogy legyen sikerélmény, amire építhet, és ami látványos, és aminek van kézzelfogható eredménye. Az első riasztás az egy éjszakai riasztás volt, jól emlékszem 10:30-kor, és soha nem felejtem azt a pillanatot, amikor mindenki elkezdett rohanni, szaladni, és percek alatt a tűzoltóság készen állt. Az egy nagy élmény volt, hogy akkor még csak szemlélőként vehettem részt, viszont abban azon a napon, azon az estén tudatosult bennem, hogy itt mennyire fontos minden perc, minden másodperc, ugyanis amikor a családi házról vagy bármilyen épületről van szó, sosem tudjuk azt, hogy van-e bent ember, van-e bent olyan valaki, aki segítségre szorul, így számomra ez egy nagy élmény volt, hogy a tűzoltó munka ez milyen,
milyen nagy dolog. Hogy éritek meg a perceket akkor, amikor valamilyen helyzet van, akkor pont a te feladatod, micsoda ez itt szét van osztva egymás közt, hogy ki most hova szalad, mit húz, mit csinál? Én most a harmadik bevetésnél tudatosult bennem, hogy konkrétan mi az én feladatom, ugyanis még a faluból beérkeznek az önkéntesek, ugye mivel a parókia közel van a laktanyához, így mi sokkal gyorsabban tudjuk a helyszínt biztosítani, tehát a legutóbbi alkalommal ki tudtam nyitni a kaput, ki tudtam hajtani az egyik gépjárművet, ami szükséges volt a bevetéshez, így ezekben a pillanatokban lényegében előkészítjük a terepet, míg a többiek megérkeznek. Te vagy Eszter, igen. A család középső lánya, ha jól tudom. Igen. Azt már tudjuk, hogy Anna hogy csatlakozott a tűzoltósághoz, de te, a te életedben hogy kezdődött el a tűzoltás? Hát az én életemben is úgy kezdődött, ahogy a nővéremében. Ugye úgy nőttünk fel, hogy amikor az első tűzoltót kaptuk, ugye akkor 2005-ben, akkor voltam 8 éves, 9, és akkor... Tényleg mindig az volt, hogy vártuk, hogy akkor riasztás, vagy hogy akkor mi hogyan tudunk valamit segíteni. Hát nyilván még akkor picik voltunk, szóval annyira nem tudtunk részt venni. Aztán ez ugye folyamatosan így nőttünk fel, riasztás, tűzeset, aztán ugye én szerkesztettem a honlapot, a tűzoltóság honlapját. Aztán ugye amikor csatlakoztam 2014-ben, akkor már én jártam ki a helyszínre, mint fotózni, a Facebookos oldalt is én szerkesztettem. Akkor van egy élő oldalatok, ami ma is él, ami működik? Igen, van egy weboldalunk, és a Facebookon is jelen vagyunk, mint ugye a közösségi médiában az egyik legelterjedtebb felület, és sok emberhez így el tud ugye jutni a mi tevékenységünk. Mert ugye önkéntesek vagyunk, de azért a világban azért ugye nem árt, hogyha tudják, hogy vannak olyan emberek, akik tényleg csak azért, mert indítatást kaptak, hogy önként ingyen és bérmentve segítsenek másokon. Milyen nehéz látni azt, amit a kamera lencséjén átlátsz olyankor, amikor kimész egy-egy esethez? Mi volt eddig a legmegrázóbb? Én ezeknél a közúti baleseteknél még nem voltam ott, illetve az egyiknek szemtanúja voltam, mert épp azon az útszakaszon közlekedtem tömegközlekedéssel, és akkor úgy láttam. De szerintem nem úgy fogjuk fel mi akkor ott, mint ahogyan, ahogyan már a maga bámészkodó ember nézi. Mert ugye nekünk akkor ott van az adrenalin, és akkor ugye nem azzal foglalkozunk, hogy akkor... mihogy, hanem hogy ezt meg kell oldanunk valahogy, és akkor majd utána nyilván máshogy cseng le, hogy akkor ez az egész mégis mennyire komoly volt, mennyire nehéz, de teljesen más, amikor ugye egy olyan tűzesetnél van kint az ember, ahol például valaki bent égett az épületben, vagy egy közúti balesetnél, ahol a holttesteket a tűzoltóknak kell kivágni az autóból, tehát ez teljesen más, mint amikor csak egy sima háztűz, vagy egy bármilyen más közhasznú szolgálat. Te tanulsz most, ha jól tudom. Igen. Mit tanulsz és hol? Hát fogtechnikusnak tanulok. Ungváron tanultam, viszont... nem éreztem annyira fejlettnek az itteni technológiát, ezért tovább folytattam, ezért jelenleg Magyarországon tanulok, illetve már ott befejeztem az egyik részét. Mindig, amikor ugye külföldön vagyok, és akkor például beszélek anyukámmal, és akkor mondja, hogy tűz van, és akkor mindig egyből, hogy hol van még, és akkor egyből így jönnek a kérdések, hogy akkor ki ment, meg akkor hányan mentek, és akkor természetesen várom, de
ugye sajnos ez így van, hogy most ezt be kell egyszer fejeznem, aztán tervezem, hogy visszahazajöjjek, mert nem tudom ott elképzelni az életemet. Akkor itt találod a helyet Kárpátalján. Igen. Ez a szülőföldem, úgyhogy itt él az egész családom, úgyhogy hontalanul ott nem tudnék mit kezdeni szerintem. Akkor összetartó család vagytok. Igen, szerintem hát lehet, hogy kárpátaljai viszonylatban is nagyon, tehát a legesleg összetartóbb. És hogy gondolod, mi ennek a kulcsa, hogy ti ilyen jól összetartottok, vagy mi ennek a motorja, vagy ki ennek a motorja? Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem mindannyian beletesszük azt, amit bele kell tenni ebbe a gépezetbe. Én, mint református lelkész, 1996-ban kerültem ide a gyülekezetbe, és rögtön egy-két év szolgált után, 1998-ban már a kárpátaljai egyik legnagyobb árvíz módszázad, egyik legnagyobb árvize, vagy talán legnagyobb árvize bontakozott ki a Beregvidéken, illetve a magyar lakta területeken, ami természetesen érzékenyen érintett bennünket, és mint gyülekezet, mint lelkész, megpróbáltunk különböző segítségeket nyújtani, ami tőlünk telt. Aztán 2002-ben jött egy következő árvíz, akkor már nagyobb szervezettséggel tudtunk helytállni különböző munkálatokban, melegételt osztogattunk, főztünk, állítottunk elő, gyűjtöttük a hozzávalókat, illetve védekezésben részt vettünk Boatride-nak a térségébe. És hát én akkor abban az időben tapasztaltam azt, hogy mivel szélsőségesre válik a időjárás, ezért szükség lenne egy olyan önkéntes beavatkozó egységre, ami fel van szerelve technikai eszközökkel, és ahol ki vannak képezve a munkatársak, hogy ne improvizálni kell legyen az utolsó pillanatokba, szalkavatatlan embereket toborozni, felszerelések nélkül próbálni menteni, ami menthető. És hát tulajdonképpen 2002-től ez a gondolat 2005-ig úgy forgott bennem, Isten munkálta bennem, és akkor fogalmazódott meg, hogy hát Magyarországhoz kell forduljak, hiszen ott van a mi őshazánk, és hát ha tudnának segíteni. És akkoriban írtam egy levelet az akkori belügyminiszternek, és így kaptuk meg az első tűzoltó gépjármű fecskendőt, és így tudtuk megalakítani 2005-ben a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóságot. Az a gépjármű fecskendő ennek az elődje volt, a jelenleginek az elődje, a Dercen 1-es tűzoltó szer, ami egy Csepel 752-es tűzoltó gépjármű fecskendő volt. Tatabányáról kaptuk egyébként, és nagyon jó szolgálatot teljesített a tűzoltóságunkba több mint egy évtizeden keresztül, de hál' Istennek elértük azt, hogy a múlt esztendő végén közvetlenül az új év forduló előtt Svájcból tudtunk kapni egy ilyen Iveco Magirus gépjármű fecskendőt, amivel tulajdonképpen egy korszakot léptünk előre. Mennyiben tud változtatni ez a munkájuk, mennyit könnyített? Nagyon megkönnyíti a munkánkat, hiszen ez összkerék meghajtású gépjármű, nagyobb víz kapacitása van, míg a Csepelbe 2,5 tonna víz fért, majdnem 2,5 tonna, ebbe 1 tonna vízzel több fér bele. Ez a kárpátai körülmények között nagyon sokat számít, hiszen ismerjük a kárpátai helyzetet, itt nincsenek vezetékes vízhálózatok a falvakba, nincsenek tűzcsapok, nincs víznyerési lehetőség, tehát nem mindegy, hogy egy tűzoltó gépjármű fecskendő mennyi vízzel érkezik ki az adott helyszínre. Korábban nagyon sokszor az volt a problémánk a tűzoltások,
akkor, hogy kiérkezve egy helyszínre, az az elsődleges víz, ami ott volt a 2,5 tonna víz a gépen fecskendőbe, ha nem sikerült eloltani a tüzet, és kifogyott a vízünk, akkor volt olyan, hogy a szomszéd faluba kellett menni vizet szerezni, tehát tulajdonképpen egy félig égő házat kellett magunk után hagyni, mire visszajöttünk, visszagyulladt, tehát ez egy ilyen szélmalom harc volt. Hál' Istennek ez a gépjármű bár 20 éves, de nagyon kevés kilométert futott, nagyon megbecsült állapotban tudtuk megkapni, és nagyon jó felszerelt. Esetleg bemutatnám a felszerelését a gépjárműfecskendőnek, tehát ez a gépjárműfecskendő fülkéje, ami 10 férőhelyes a gépjármű vezetővel együtt, tehát az a csapat, aki elsődlegesen beavatkozik, az befér ennek a gépjárműfecskendőnek a fülkéjébe. Itt a fülkében találhatók a hátra felcsatolható légzőkészülékek, ami a tűzoltónak szolgálja a testi épségét, így van, és az ülések alatt vannak olyan légzőkészülékeink is, amik esetlegesen embernek a mentésére alkalmasak, tehát ha tudjuk azt, hogy élő embert kell kimenteni mondjuk egy füsttel megtelt helyiségből, akkor magával tudja vinni a tűzoltó, és rá tudja tenni az illetőre, is ki tudja menteni. Volt már ezekre szükség egyébként? Kellett ezt használni valamit? Természetesen. Természetesen, tehát ez alatt a szolgálati idő alatt több mint 500 tűzeseten vagyunk túl, és ezek között voltak nagyon, nagyon kemény bevetések, technikai tüzek, kémiai tüzek, ahol nagyon nagy füsttel és nagyon nagy szennyező és rákkeltő hatású anyagokkal is kellett sokszor szembeállni az embernek, és ezért nagyon jó az, hogy tulajdonképpen ezt a légzőkészüléket tudja használni. Mi volt eddig a legmegrázóbb eset, ahova kivonulta? Hát a legmegrázóbb esetet, tehát voltak nagyon nagy tűzesetek, nagyon komoly tűzeseteink, több órás tűzoltásaink. Azt tudni kell, hogy nem csak ez az egy gépjárműfecskendőnk fecskendőnk van, hanem három gépjárműfecskendőnk fecskendőnk van, illetve két kisegítő gépjármű, egy elsősegélynyújtó mentő gépjármű és egy csapatszállító gépjármű, illetve egy vízi járműünk is van, egy vízi motoros mentőcsónak. Tehát több járművel is ki tudunk vonulni. Voltak olyan tűzesetek, ahol minden járművel vonultunk, Munkácsi Noha postának a tűzesete, vagy akár Mezőkaszonyba, ha egy illegális benzinlerakó helyet említenék meg, ahol 5 tonna üzemanyagot zsúfoltak be egy kis konténerbe, egy családi háznak az udvarán, vagy mondjuk Barkaszon, ahol 4 személygépkocsi égett el egy családi házba kialakított szerelőműhelybe. Tehát voltak ilyen esetek, de a legmegrázóbb esetek azok a balesetek. És a legmegrázóbb eset vagy esetek közt talán a legmegrázóbb az volt, amikor a saját falunk belieit kellett kiszedni holtan a gépjárműből, apját lányával együtt. A lány egy hónapja volt férnél, az én lányomnak volt az iskolába gyerekkori barátnője, és ők az apukájával együtt meghaltak, illetve a idős nagymama súlyos sérüléseket szenvedett, és még egy másik faluban is bent volt a gépjárműbe. Nagyon nehéz eset volt Gáton, az egyik 2-3 évvel ezelőtt egy tragédia, ahol 4 fiatal vesztette az életét a gátról, hogy bemegyünk Munkács felől a kanyarba. 3 fiatalot helyszínen vesztette életét, őket feszítővágó segítségével tudtuk csak gyakorlatilag majdnem, hogy fel kellett darabolni a gépjárművet kiszedni, és egy fiatal pedig a mentőgépjárműbe vesztette életét a útba a Beregszázi kórház felé. Tehát azt hiszem, ezek a legmegrázóbb esetek. Megrázó eset nem régen Balazséron történt tűzeset, ahol egy 3 éves kisgyermeknek a földi maradványait találtuk meg a tűzbe elszenesedve.
Tehát vannak ilyen megrázó esetek, megrázó történetek. De az eseteink többsége, én azt hiszem, hogy mégis sikertörténet, hiszen azokon az embereken, akiknek az életük legnagyobb tragédiája zajlik le abban néhány percben, a életük háza, amit felépítettek, összegyűjtöttek, néhány szempillantás alatt megy tönkre, és oda tudsz állni, és hathatósan abban a pillanatban tudsz segíteni. Szerintem ez a legkeresztényibb dolog, legkeresztényibb szolgálat az életben. Tehát ilyen esetben hiába mondanám, mint lelkész, hogy hát majd imádkozok, érted, hanem én úgy érzem, hogy oda kell állni, és ott kell megmutatni az Isten szeretetét abban a pillanatban annak az egy embernek, akinek lehet, hogy addig se, és azután se volt soha szüksége rátok, de abban a pillanatban nagy szükség van arra, hogy ott legyünk és segítsünk.